Lehangoló látvány fogadta a törökszentmiklósi református temetőbe érkezőket. A hozzátartozók nyughelyét felkeresők vették észre, hogy egyik éjszaka több sírt is megrongáltak. Én tegnap néztem meg, én akkor láttam először ezt a sírt. Ugye a másik soron, ott kint kijebb, ott a testvéremnek van a feleségének a sírhelye, ott is le van, annak is le van döntve a fejrésze, úgyhogy hát egyik oldala összetört a gránitnak, meg ugye rá van bukva a fejrész. Hát ez elég csúnya munka. Hogy lehet ilyet csinálni? Miért nincs a temető? És mindenfele csinálják a kamerákat, miért nem kamerázzák be a temetőt? Miért nem zárják be este 7 órakor a temető kapukat? A helyieket érthetően megrázta az eset. Elmondásuk szerint eddig csak néhány viráglopás fordult elő a sírkertben, ilyen pusztításra nem emlékeznek, az okozott anyagi kár több millió forint. Nagyon-nagyon-nagyon megvédkezem őket, akik ezeket csinálják, mert tényleg sokat dolgozunk azon, hogy a sírok rendben legyenek, szépek legyenek, amennyire csak tudjuk, és egy ilyen banda, akik ilyeneket csinálnak, ez nem méltó dolog. Egy sírhely megcsináltatása akár milliós kiadás is lehet, a sírrongálások pedig nagyon komoly lelki fájdalmat is okoznak a hozzátartozóknak. Szeretteik nyughelyének meggyalázása, tönkretétele jóval több, mint az anyagi kár.